Reggel Vietnám! Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán! Képen jelentkezik a következő videó sorozattal, legalábbis a legelső részével, és hogyha tetszik nektek, akkor mindenképpen akár több száz részes is lesz ez a videó sorozat, mert képzeljétek el, hogy több száz magyar fejlesztésű játék keletkezett, készült az idők folyamán, az évtizedek folyamán, és úgy gondoltam, hogy szenteljünk nekik legalább egy darab részt, hogyha esetleg hosszabb játékról van szó, és jobban megtetszik nekünk, akkor pedig toljuk végig, csináljunk belőle egy komplet gameplay sorozatot. És így próbáljunk meg végigmenni az összes magyar fejlesztésű játékon. Tényleg el se tudjátok képzelni, hogy hány darab van, rettenetesen sok. A 80-as évektől egészen 2024-ig több száz darab magyar fejlesztésű játék készült el az idők folyamán. A legelső nem lesz más, mint az Elastomania, remélem, hogy másoknak is olyan nosztalgikus élményt jelent ez a kép, mármint ez a menü, meg igazából a hangok, meg az egész látványvilág, mint nekem, aki legutoljára, tudjátok, mikor játszott ezzel a játékkal? Hát, körülbelül 3 perce, mivel kipróbáltam, hogy fut-e normálisan, kell-e hozzá DOSBox vagy akármi. Egyébként lent van a leírásba a letöltési link, úgyhogy bárki kipróbálhatja. Azt vettem észre egyébként, hogy ez a játék, minthogyha hajazna a mostanában divatos telefonos játékok egy bizonyos variációjára, körülbelül hasonlóképpen épül fel. Aki nem ismeri a játékot, az is próbálja ki. Nem tűnik nagy kihívásnak, de aki megismeri, aznek tudja, hogy olyan iszonyatosan brutálisan nehéz pályák is vannak a játékban, és ugye készültek hozzá saját készítésű pályák, mivel ugye lehet pályaeditorral dolgozni, tehát se is tudsz magadnak csinálni, de nem most akarom húzni az időt, hanem csapjunk bele. Toljunk egy kis Elastomaniát, vagyis elmát. Nagyon sokan elmának nevezték, mert ugye maga a játék az egy ilyen elma nevezetű parancsikon generált az asztalra. Oké, nyomjunk egy play-t. Itt én kipróbáltam, hogy minden oké, tudok felvételt készíteni. Szóval kezdjük az első pályával. Aztán csapjuk, ameddig bírjuk. De remélem tényleg nagyon sok nosztalgikus élményt jelent, amikor betöltődik ez. És ezek a hangok. Egyébként a játék arról szól, ugye, 4 darab iránybillentyűt használhatsz, felfele gombbal gyorsítasz, lefele gombbal fékezel, bal gombbal előre döntöd a motorodat, vagyis akkor arra helyezed a testsúlyodat balra, jobb gombbal jobbra helyezed a testsúlyodat, és a space-szel meg tudsz fordulni így a tengert körül, hogy a másik irányba is tudjál menni. Ennyi az egész játék, szóval nem egy túl bonyolult. A legelső feladatunk nem más. Valamikor bizonyos tárgyakat fel kell szedni a térképen, és utána el kell jutnunk a virágig, akkor tudunk tovább menni. Egyébként a játék az 2000-ben készült, és amikor legutoljára játszottam vele komolyabban, akkor 2000-ben játszottam vele a legelső számítógépemen, amit így saját erőből így megvásároltam. Régebben is használtam számítógépeket, haveroknak volt, meg a bátyámnak volt, mert ő egyébként programozó, és nagyon, neki nagyon régóta volt, és a suliba is használtam Commodore 64-eseket, de a legelső PC-m, mert ez a játék, ez fenn volt, és én nagyon imádtam. Nyomjuk a Next-re, következő pályára, ugye leginkább az idővel versenyze, de egyébként a játéknak van multiplayer módja is, még osztott képernyős is, Bár soha nem játszottunk úgy, mert amikor LAN partira, multiplayerre, vagy bármire került a sor, akkor inkább toltuk a különböző FPS-eket, mint a C1.6, vagy pedig a Quake, vagy hasonlók. Na, itt nem is volt felszedhető tárgy. Nyomjuk tovább, nagyon kíváncsi vagyok. Látjátok, hogy itt már egy kicsit nehezedik a történet. Imádom egyébként a magyar fejlesztésű játékokat, annyira jó kreatívak voltak. Egyébként lehet egy olyan trükköt csinálni, figyeld. Hogy be tudod akasztani hátsó kerekedet. Ez nem szabad. Az egyetlen szabály a játékon belül, amivel meg tudsz halni, az, hogyha a sisakod, vagyis a fejed, vagy a karaktered hozzáér bármilyen tereptárgyhoz. Júj! Az úgy nem szokott jó lenni. Egy kicsit lendületet kell venni. Egyébként ezeket a játékokat, azoknak mondom, akik így annyira nincsenek képbe, hogy mi volt a
az őskorba, a számítástechnika őskorába. Ezeket a játékokat mi, ugye, nem az internetről szereztük be, hanem egymásnak adogattunk különböző CD-ket, vagy esetleg még floppikat, mivel ez a játék is például egy, azaz egy darab megabájtos, úgyhogy egy 1,4 megabájtos floppy lemezen vígan elfért. És akkor így osztottuk meg egymással a, ezeket a játékokat. Ja, még van egy alma, igen, a minimapon látni is, azt is fel kell szedni. Itt már vannak ilyen különböző csapdák. Egyébként lehet olyat csinálni, hogy lendületet tudsz venni, hogy fölmész a falra, nyomsz egy space-t, és akkor ugye így indulsz el. Ugye elég szívás a motorra begyorsulni, mivel hogyha folyamatosan nyomod a gázt, akkor ugye emeli az elejét, szóval így vannak problémák vele. Hát remélem egyébként a hang az így jó rendben van. Nyomjuk egy play next-et, aztán nézzük meg a következő pályát. Let go! Ilyen floppy lemezen cserélgettük egymással a játékokat, CD lemez amikor bejött. Egyébként emlékszem rá, amikor a CD lemez úgy jött be, hogy konkrétan még nem volt így, mondhatni szinte kereskedelmi forgalomba, tehát így zenei CD-ként még abszolút nem létezett, hanem ilyen különböző ilyen olyan cégek, akik számítástechnikával foglalkoztak, ők tudtak hozzájutni, mint adathordozóhoz, és emlékszem, egy haverommal bementünk a testvéremnek a... Hajaj, ilyenkor itt tudsz menteni, hogy pördülsz egyet. Bementünk a cégéhez, aki számítást, aki mondtam ugye, hogy programozó, és ő még úgy kezdte a programozást, hogy olyan számítógépen dolgozott, ahol ilyen lyukkártya olvasók voltak, meg ilyen orsós... Orsos adatrögzítők, mármint ilyen szalagos adatrögzítők, ilyen szobányi számítógép, és konkrétan csak az interfészek voltak fent ugye az irórákba, és akkor így működött ez az egész, le kellett menni, berakni a nagy szalagokat. Na, az a lényeg, hogy emlékszem, amikor a CD bejött, és akkor elmentünk a haverrel a testvéremhez, és ő mutatta a CD-t, akkor láttunk először CD-t, és mondta, hogy erre 500 darab floppynak a hát akkor a tárhelyet tud, hogy 500 floppynyi adatot rá tudsz másolni, és akkor így néztünk így okosan, és akkor kijöttünk a haverral, az osztálytársammal, és mondtunk, hogy hát ez ne átvert minket. Hát nem, tudti, hogy nincs olyan, hogy egy ilyen korongra, egy ilyen ezüst korongra 500 darab floppynyi cucc fér, mert arra gondoltunk, hogy 500 darab floppynyi cucc, az horribilis mennyiségű, ez nagyon durva. És belegondolva, az csak 700 mega most már, és a 700 mega az már ilyen nulla, semmi szinte. Na, de viszont régen ugye komplett Windowsok voltak ilyen néhány darab floppy lemezen, tehát ilyen 10 megás Windowsok voltak még először. A 95-ös Windowsnak is még volt, ha jól emlékszem, de a 3.1-nek tuti, de a 95-ösnek is, ha jól emlékszem, volt floppy telepítője. Talán a 95-nek már volt CD-s is, de én úgy emlékszem, hogy volt floppy-s is. Na gyerekek, most becumiztunk, mert hülyék voltunk, mert nem lendültünk be. Ha? Úgyhogy irány vissza. Remélem tényleg nem túl hangos a játék és élvezhető a videó. Azért próbálok egy kiabálni, vagy nem tudom. Azt a betyár gyerekek, megyünk mind a vonat! Azt a összecsuklott a motor, jó, pélyege. Olyan lendülettel érkeztünk a falhoz, hogy összecsuklott. Egyébként az a vicces, hogy a lengés csillapítók azok konkrétan a végtelenig ki tudnak nyúlni. És vannak olyan játék részek, vagy olyan pályarészek, ahol... Jaj, ez is nem jó, mert ez meg... Ez is hülyeség volt. Látjátok, itt már azért bonyolódik a helyzet. Annyi van, hogy... Nehéz feljutni ide. Emiatt úgy láttam, hogy ez a pálya csak ennyi is volt. Szoktunk ilyet, hogy gurulva kapjuk el a virágot. Play next! 24 éves játékról beszélünk, gyerekek. Egy darab megabájtot foglal. Lehet, hogy szándékosan, hogy egy darab floppyra azért fel tud gyűrni, ugye? Na, most meg kell fordulni, mert biztos vagyok benne a másik irányba kell, hogy... Oh, azt a gyerekek, hát ez elment.
Ez már így a... Kicsit nehezebb, látjátok? Itt azt kell csinálni, hogy le kell lassítani. Itt már ugye ilyen... Ismétel, próbál is ismétel, ilyen try and error, jaj. Stílusba tudod nyomni, mert igazából egész mapot nem látod be. Ha csak nem, azt hiszem úgy szoktuk csinálni a nagyon bonyolult mapokat, hogy pályaszerkesztőbe betöltöttük? Volt olyan? De már nagyon nem emlékszem, mert ez iszonyatosan régen volt, gyerekek. Ez borzalmasan régen volt. Na jó, menjünk a másik irányba, megnézzük ott is mi van. Ugye a mennyezetek is ilyen nagy ellenségünk. Azzal is azért lehet így... Még egy alma valahol volt fönt, nem? Valamire émlik. Ott lent is van egy alma. Ajaj! Azt a betyár. Na hát igen, ezért nem szabad kapkodni. Gyerekek, itt azért... Na, itt már azért lehet üzenni, lehet cumizni. És ez még csak a... Nem tudom, hatodik pálya, vagy hányadik pálya akar lenni? Itt például ugye úgy kéne, hogy rajt maradunk ellen. Rajt, mondom, rajt maradunk. Hát rendesen lehet cumizni itt. Jó lenne átmenni a felsőre, de valószínűleg, ja, a felsőre semmiképp nem lehet itt. Igen, ezek a hangok, ahogy a futóvé így nyikkelik, meg a motornak a hangja maga, az is nagyon vicces. És az is nagyon jellegzetes. Tényleg, aki játszott ezzel, azt tudom, biztos vagyok benne, hogy olyan nosztalgikus érzések fogták el. És egyébként ezt nem láttuk csúnyának, ezt a játékot, meg én most sem látom olyan csúnyának, mivel ez a játék szerintem nem öregedett rosszul. Mivel konkrétan ezzel a rajzolt kis grafikával szerintem még mindig megállja a helyét. Elképzelhető... Jó. Ne, megint a bukós isokom! Hát nem lehet gyorsan menni itt. Jó, megpróbáljuk, még egyszer a skippeljük. Úgy látom, hogy lehet skippelni is a pályát. Erre nem is emlékeztem. Hát egy csomó mindenre nem emlékszem sajnos a játékból. Úgy. Ugye a másik irányba menjünk. Az a gond ugye, hogyha nyomod a gázt, akkor nagyon könnyen emeli az elejét. Tehát hatalmas cumi van. Jóra gondoltam, hogy ezben a sorozatban azt csináljuk, srácok, hogy kipróbálunk magyar játékokat, és tényleg amelyik ilyen úgy tűnik, hogy többet is érdemel, mint egy rész. Egyébként az összes megérdemel végtelen mennyiségű részt, meg hát ezek csak a miénkek. Meg nem csak a miénkek, mert például ez a játék is azért mondhatni ilyen világhír volt. Az is durva, hogy nem fékezhetsz ugye ilyen instant, mivel akkor is befélelsz, akkor is meghalsz, mivel akkor meg orra buksz. Meg nem is tudsz megállni, ugye maga a fizika is rettenetesen jó ebben a játékban. Legalább annyira, mint a Terep 2-be. De nem akarok spoilerezni. De valami, egy alma még maradt, nem gyerekek? Aha. Még maradt egy alma, de azt hogy tudom megszerezni? Szerintem... Várjatok? Lehet, hogy nyilgáz és fel... Lehet, hogy belájöttem, hogy hogy... Nem. Na hát ezt elcsesztem. Akkor úgy látom, hogy ezt elcsesztem. Mert nem tudunk fölmenni az utolsó, azért az almáért. És látjátok, itt van az, hogy egy... Itt van az, hogy konkrétan egy ilyen logikai feladvány is az egész. Mert hát hogy kellene eljutnunk arrahoz az almához? Ugye hiányzik egy alma. Itt, ahol jövünk. Itt lehet, hogy akkor visszafele kellene? Ha lehet. Várjál már. Haj, ne. Jó, bocs. Itt akkor azt sem, hogy felveszük ezt az almát. És ugye lehetett versenyezni. Hogy ki milyen gyorsan csinálja meg. Hát szerintem YouTube-on mindenképp érdemes megnézni egy-két ilyen próbjátékost, hogy miket művelnek. És érdemes ki is próbálni, hogy ne azt higgyétek, hogy ez olyan bőszme könnyű, de várjál. Már megint nem jó helyen vagyok szerintem. De jó helyen vagyunk, ugye? Nem jó helyen vagyunk, mert meg kellett volna fordulok, srácok, szerintem. Megint egyen lejjebb értem. Hát most már tényleg meg vagyok keveredve. Igen, meg kellett volna fordulni, és balra kellett volna mennünk. Ez így nekünk nem jó. De jó, itt az alma, nézd! Megvan a felső alma,
Most kéne átjutni oda. Na, itt is volt egy alma, nem? Nem, nem, de volt. Itt van egy alma, utána elmész vissza balra. Nem is kell vissza balra menni, mert ott nincs is alma, azt hiszem. Vagy volt, mert ha volt, akkor most nagyon rácsöztünk. Ott volt a... De jó, skippeljük a szintet. Jaj, mi ez? Ó, igen. Háromat skippelhetek. Még háromat skippelhetek. Na, és akkor nézzük a következőt. Hát vannak olyan epik nehéz részek, gyerekek, hogy egyszerűen egy ilyen... Például, hogy jutunk ide fel dolog, az is... Az is egy már kihívás. Ez most egyedül lehet, hogy nem hiszem, hogy jól sikerült, hogy nekem ezt így csináltam. Szerintem még egy lendületet kellett volna vennem. És úgy felmenni balra. Jaj, aha. Viszont ott van egy alma. Viszont ott, ha van egy alma, akkor ezt ott csináljuk. Hogy... Hát nem tudom, hogy innen kell-e megszerezni, vagy a másik irányba. Mindegy, menjünk arra, nézzük. És fogadjunk pontra, lássak arra a tüskére. Gyerekek, olyan jól ki van számolva, figyeld. Instant, insta kill lesz. Nem, elmentünk nagyon messze. Hát ez nagyon... Gyerekek, azért itt megint kivaddak találva a dolgok ám. És tényleg ez még nem is tudom hányadik, tizedik pálya se. Akkor képzeljétek, hogy milyen nehéz. Milyen iszonyatosan nehéz pályák is lehetnek majd. Vannak ilyen pályacsomagok, amiben ilyen több száz pálya is szerepelhet. Na most meg kéne próbálni talpra érni. Hát ez nem jött össze. hát ez jó. Ez nem jött össze. Föl kéne jutni ide, de akkor olyan gyorsan, hogy ne repüljek olyan nagyot, hanem csak átessek azon a párkányon, ugye? Itt. És ez kevés volt. Viszont akkor megpróbálok arra. És elrakom magam, ez az. Hát, hogyha ezt meg... gondolom ezt az almát is meg kéne szerezni. Ó, megvan az alma, jó. Viszont most le kéne mennünk, és megint akkor lendületet venni. És ugye egy hiba, aztán csá! Vége a bulidak. Mindenkinek ajánlom egyébként, töltse le Windows 10 alatt is, remekül fut. Semmi probléma a játékkal. Annyi, hogy a grafika az ilyen 640x480 vagy 800x600. De szerintem bőven élvezhető. Még én, úgy is, hogy én egy 108 centis 4K tévén játszom, ami... Ne, majdnem megvolt! Skippeljük a szintet. Úgyis csak, hát ilyen, és ezt utálom, amikor van mennyezet. Ez lehet szívni. Sokszor úgy tudod át... gyerekek, itt megint érzem, hogy bajok lesznek. Most se tudod merre, miképp. Fel kell pattani, és nem tudtam felszedni. Itt lehet, hogy pattani kellett volna. Itt már el van csezve. Ugye már... Aha, és egyet nem szedtem fel, de jó. Jó, akkor megyünk még egy karikát. Ez nem jó. Jó, gyerekek, itt akkor van szivatás. Ugye itt meg kéne pattanni. Ah! Srácok! Oké. Jézus, Mária! Viszont mutatok egy trükköt, ha már egyszer itt... Ha már itt szenvedünk. Aha, van egy ötlete, várjál már. Mindjárt van egy ötlete a Keepernek. Lehet trükköket csinálni, és nagyon sokat csinálják, hát én nem... Béna vagyok hozzá. Főleg, hát így nagyon az voltam. Bocs, rácok! Mindjárt. Aki tudja, ismeri az elasztomániát, az... Nem sejti, hogy milyen trükköt akarok megvalósítani. Mindjárt. Ó! Egy kicsit már hozzájössz a falhoz ugye a fejed, de azt hiszem, hogy csak a fejed számít. A
a sisakba, akkor vége a bulinak, szóval lehet görcsizni. Na mindjárt valamit megpróbál a keeper. Ugye lehet olyat csinálni. Hogy be tudod akasztani, igen. Jó, hát ezt most elcsesztem. Na, lehet ilyet csinálni, amit a skipper az itt szenvedett. Elvileg egyet még tudok skippelni. Hát látjátok, hogy milyen borzalmasan nehéz pályák. És higgyétek el, hogy tényleg azok. Nem csak itt téngörcsök. Na meg ezek az akadályok, amikor nem tudsz kigyorsítani, és akkor itt szenvedned kell. És a fejedet mindjárt beütöd. Oh, jó. Gyerekek! Help me! Minden pici részlet külön számolvám. Ja, és nincs elég lendületed itt, ilyenkor hiába vagyom a regász, tessék. Már is itt vége van a bulinak. Megpróbáljuk visszafelé, itt le kellene mennünk, ha megnézzük. Csak az a... Na igen, erről beszéltem, hogy... Egy darab... Hogy ki tud nyúlni akármennyire ez a valami. Igen, és itt nem tudsz fölmenni, mert beakadsz. Oh, itt gyerekek! Hát komolyan mondom, itt már tényleg kezdek rómot kapni, mert itt már... Annyira szivatják a népet. És itt van egy... Ennél például úgy el tudsz zakózni, hogy nem tud visszahúzni. Ó, basszus, de szar. Jó. Oké. Nem bírom ki, hogy ne csináljam egyébként. Ez a tipikus olyan játék volt, hogy na még egy pálya, na még egy pálya. És higgyétek el, hogy ennél tovább szoktam azért vinni. De nyugodtan próbáljátok, töltsétek. Ingyen letölthető már ugye nyilván. Végre ezen túljutottunk. És akkor most azt az almát, érted? Azt az almát, az valószínűleg, hogy figyeld. Csak nem kell volna megfejelni. Egyébként az a baj, hogy... Hát nem baj, hanem ugye van fizika a játékban is emiatt. Lehet... Játszani az... Vagy lehet az miatt szívni. Leginkább is... Mit beszélek, basszus? Teljesen bele vagyok zsongva ebben a játékban, és nem tudom abba hagyni, ugyanúgy érzem magam, mint 2000-ben. Hogy ezt nem bírod abba hagyni. Yeah! Egyébként szoktunk ilyeneket csinálni. Már az jobb lenne, lehet, hogyha nem halnék meg. Jó? És nyúlik. Nyúlik. Jó. Nyúlik. Menj le. És seggem is szállít, úgy látom. Nem tudok többet skippelni szerintem. Nem tudsz többet skippelni. Mi van még? Várjunk, menjünk vissza. A 9. pályán már be is féleltem, gyerekek. Van demo, amiben megmutatja a Na nézzük meg akkor, hogy játszik. Oda nézzetek, és erről ilyenekről beszéltem, hogy egy idő után ilyen pályákon kell, vagy így kell tovább menned. És ilyen extrém, brutál kiszámított. Oda né. És ez nagyon jó. És ez valaki tolta, ezt tudja, hogy felvették, mert akkor még a mesterséges intelligencia nem azon a szinten volt, hogy ezt így meg tudta volna csinálni. Szóval itt egy ilyen pro játékos. És nézzétek? Ja? Akkor igen, ugye? Köszönjük. És akkor ilyen mapokat csinálj meg, és ez szerintem még talán nem is a legutolsók közül való. Itt is van például, volt egy ilyen. És akkor itt egy ilyen. És pont meg volt neki, láttátok? Mert ott volt a virág. Úristen, mielőtt ugye megfejelte volna. Ez csodálatos. Egy kicsit lassabb pálya.
Azok a tüskék. Na, hát ez nagyon király. Van editorunk. És igen, és igen, és igen. És igen, és nem fogok kezdeni csinálni semmit szerintem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Figyeljetek, egy dologra megkérlek. Írjatok címeket ez alá a videó alá, hogy ha ismertek egyébként ilyen magyar fejlesztésű játékokat, és hogy mivel szeretnétek, hogy kipróbáljuk, vagy miből csináljunk sorozatot. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek. Csá, csumi, cső!